A rendőrség munkájában a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása és a logisztikai tevékenység hatékony végrehajtása alapvető követelmény, amelyek teljesítése elképzelhetetlen az elhasznált, magas futás teljesítményű gépjárművek folyamatos amortizációs cseréje nélkül. A Kiskörsi Rendőrkapitányság 9 szolgálati gépjárművet vehetett át. Ezek közül 5 darab Skoda Octavia kombi, 1 Mercedes Sprinter, 1 Suzuki Vitara, 1 Volkswagen Caddy és 1 Mercedes B220-as típusú személyautó. Az új gépkocsik rendszer beállításával a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság járőr gépjárműveinek átlagos életkora 5,5 évről 3 évre csökkent. A gépjárművek szállítói 5 évig vagy 200 ezer kilométer futás teljesítményig biztosítják a szervizhátteret. Minden gépjárműhöz rendelkezésre áll a nyári és téli gumiabroncskészlet. A gépkocsik megfelelnek a biztonsági, a környezetvédelmi és a rendőrségi követelményeknek. Számos vezetés támogató rendszerrel, légkondicionálóval vannak ellátva, a rendőrök felszerelése biztonságosan és rendezetten helyezhető el az utas, illetve a csomagterükben. A gépkocsikra LED technológiájú szöveges feliratok, például a rendőri intézkedés rövid tartalma tájékoztató közlekedési információk megjelenítésére és alkalmas fényhidakat szereltek. Valamennyi autónak mind a 90 gépjármű, illetve a Kiskörsi Rendőrkapitányságba tartozó 9 szolgálati gépjármű, rendészeti vonalú gépjármű, tehát rendőrségi látható jelzésekkel ellátott úgynevezett csíkos autók, tehát valamennyi személyautót a közterületi állomány fogja használni. A korszerű szolgálati gépjárművek hatékonyan támogatják a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság állományának szolgálatellátását.